Beszélgetőtársam Tegzes Endre, 560-szoros önkéntes véradó, nem mellesleg nagykovácsi polgár és önkormányzati képviselő. Ehhez lehet gratulálni? Ez egy olyan teljesítmény, ez az 560, mert most ez a beszélgetésünknek a fő tárgya, amihez úgy gratulálni illik. Nem könnyű a válasz. Igazából talán el se indultam volna, hogyha nem láttam volna édesapámat annak idején, aki akkor, hogy 50 vagy 60-szoros véradó volt, és én azt mondtam, hogy nem baj, én ezt majd megkétszerezem, és nincs az erre semmi gond. 18 évesen alig vártam, hogy elinduljon ez az életem. Elsősorban közösségi ember is vagyok, ez több területen is megmutatkozik. Véradással kapcsolatban meg 18 évesen ez elindult, és a közösség és az adni az, ami elsősorban meghatározza ezt a hatalmas nagy számot, amiben még mindig van lehetőségem, netán még egy párszor adni, aztán a kor erőre haladásával azért ennek valahol valamikor véget kell vetni. Ez egy ilyen íratlan szabály, hogy hát bizonyos kor fölött már nem szabad. Ez miért? Vagy nem olyan jó a vére a donornak, vagy pedig már ő nem bírja azt, hogy fogy a vére? Vagy szóval, hogy mi a magyarázat erre? A szervezet az 3 nap alatt ezt az egészet újra pótolja. De egy idős szervezet is? Tehát mindig idősebb a szervezet? Akkor is. Három nap alatt. Igazából az én szervezetem már ezt nem érzi meg. Akár bárhol, bármikor annak idején ugye adtam, ez elkezdődött akár a katonaságnál, akár még a Bajcsi kórházba. Ennek volt egy olyan folyamata, ahol az ember igazából nem akart leállni, mert az, hogy embereken segíteni, másoknak segíteni, az egészséghez egy kicsit valami még hozzá tudok adni a betegeknél, az nálam a lélek és az előrehaladás. Szükség van, nagyon nagy szükség van, egyre kevesebb véradó van, és van még egy másik nagyon lényeges dolog, ami egy másik riportba rólam elkészült, hogy vérből élet. És ez tényleg nagy igazság, mert akárhányszor az ember befekszik, nem az, hogy irányított véradás, mert ugye az is van, az már valakinél mindenképpen már jelölve van, és amikor az ember befekszik, akkor már tudja jól, hogy ezt már valaki várja, akinek az egészségéhez ez nélkülözhetetlen. Még mindig nem teljesen tiszta előttem, hogy bizonyos kor fölött, és mennyi ez a kor? 65. 65 év fölött. Miért nem? Tehát miért, hogyha egyébként adna szívesen valaki? Ezt a lányok kétféleképpen is megfogalmazzák, mert az egyik az, hogy vajon mennyire vagy még egészséges, mennyire adhatsz egyáltalán ott, azonnal míg a vérvétel előtt megnézik egy kis kapszulával egy gépbe, rendben van-e vas, stb. És már akkor elvileg ki lehet valakit szűrni, hogy akkor az nem nyert, de ez elsősorban a kór és a betegség határozza meg, de a másik, hogyha valaki most gondolja azt 65 évesen, hogy elindulna ezen az úton, azt már nem, azt már nem. Míg én nálam azért van egy olyan folyamat, amiben azt mondják, hogy ha még minden oké és még minden rendben van, akkor még egy pár év, de 70 év fölött már kizárják. El tudja mondani a nézőinknek, hogy milyen érzés egy véradás közben és után? Tehát a fizikai és akár a lelki állapota hogyan írható le az alatt a folyamaton? Lelkileg ez egy nagyon klassz dolog. Én készülök rá, tehát előtte való nap már az ételek is egy kicsit rá vannak hangolva. Ez elsősorban vasról van szó, amivel... Cékla. Cékla, vaspuszté tabletta, a béresnek is van ilyen vasa, tehát vagy netán egy 2 pohár vörösbor, az is nagyon sokat segít. Ez az egyik készülődés, tehát étezem, hogyha lelkileg meg már szinte azt nézi az ember a naptárba, hogy mi az a következő időpont, amit el tudok vállalni. Befekszik, bekötik, és mennyi idő, mit érez közben? Gyengül, vagy milyen érzés? Mondhatnám, hogy már nem érzem. Milyen érzés? Igazából ott is elsősorban az a szembesülés, hogy ez, amit én adok, az valakinél most az életet jelenti, az egy nagyon jó érzés. És szerintem ezt csak önkéntesen lehet, erre lehet valakit buzdítani, amikor baleseteknél vagy irányított véradásnál ott lehetséges, hogy valaki rokon vagy valami bajba került. Itt
A mi esetünkben másfél óra, és utána kész. Nem fárad el? Nem. Nem merül nem, ki? Nem. Régebben munkába mentem utána, akár Győrbe, Csornára. Sörvésli, ez igaz? Nincs. Nincsen? Nincs. Nem kapnak valami pótlást? Hogy... Nincs. Egy csokit, csoki. Egy csoki és egy szénsavmentes vagy szénsavas. A véradás szót is kellene szerintem ilyenkor tisztázni. Egészen más a véradás. Nekem van 100 véradásom, és 460 ferezisem. Tehát 100-szor adtam vért. Tehát magyarul megmondani, inkább azt mondanám, hogy hányszor tartottad oda a kezedet, vagy mind a kettőt, mert van, amikor olyan gépre kerültünk, ahol mind a kettőt beszúrják, és az egyikből kimegy, a másikból visszajön. Ez egy ilyenfajta gép, ebből is van még azért. Az újabbak már azok egykarosak. Jobban szeretjük. Van, akinek jobb az egyik kezén a véna, mint én, nekem is a jobbkölyös vagyok, és akkor ez is megvan. Az ember azt gondolná, hogy ehhez csak gratulálni lehet. De én úgy tudom, hogy még itt is vannak irigyei, vagy akik kétlik, hogy nemes szándékot? Én a hölgyeket is annyira tisztelem bent, hogy az 500. véradásnál csináltattam egy tortát. És ezt, mint képként fölkerült, hogy teljesen, de 500-szoros véradó. De ő visszaosztotta, hogy ez nem jöhet ki, mert annak idején azért 3 havonta lehetett adni, most 56 naponta lehet adni vért. Visszaosztotta és mondta, hogy ez így nem stimmel. Kétségbe vonta hogy igen, kétségbe vonta a darabszámot. Ezért én azt mondom, hogy pontosítom, hogy a véradás az egy másfajta dolog, mint a ferez is. Egy az, hogy a véradásnál utána a vért az teljes egészében újra kell termelni, míg ferezésnél a vérből csak bizonyos anyagokat, plazmát, trombocitát, bizonyos anyagokat vesznek ki, ez egy gyönyörű szép sárga anyag, és ez sokkal gyorsabban visszatermeli a szervezet, tehát ezt lehet adni 2-3 hetente. Mit tud kezdeni az ilyen kételkedőkkel? Tisztázni próbálja? Én csak egyetlen egyszer válaszoltam, utána a véralátó megvédett. Én azt mondom, hogy az illető nem volt fölkészülve arra, hogy nem mindegy, hogy véradást mondok, vagy azt mondom, hogy 100-szor adtam vért, és a többi az mind felezés. Aki ilyen sokszoros donor, azt azért elismeri? A Magyar Vérellátó Központ, vagy nem is tudom, mi a pontos nem. 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 De azért önt így ismerik. Tehát tudják, hogy jó, már megint jön az Endre. Így van, így van. Nem tudom, hogy igazából miért. Nagyon sok olyan Facebookon, olyan kis filmek is föl vannak téve, hogy vidéken itt a tamot véradás volt, és akkor mutatja, hogy 15-szörös, 25-szörös. Én lájkolom, mert mindenkit megdicsérek, és mindenkit bíztatnék arra, hogy adjon vért, segítsen másokon. Gyermekeid követik a példáját? Van 4 gyermekem és 11 unokám. Elindultak ők is egy ilyen úton annak idején, de talán nem. Nem fogják ezt ugyanígy folytatni, mint én. Sajnálom. Második alkalommal mind a ketten a két lányom az rosszul lett. Nem ettek, nem ittak, az elsőt azt nagyon fölkészítettem. A fiam egy ideig adott, és aztán most őse. Mindegyiknél pörög az élet. Mindenkinek nagyon sok minden van, és nem biztos, hogy mindenkinek ez így belefér, nem beszélve arról, hogyha van egy rossz élménye. És ez sajnos náluk előjött, úgyhogy nem biztos, hogy ahogy én édesapámat nagyon követtem, és azt mondom, hogy ez itt egy boldogság így, de... És az, hogy miért tudom ennyire, édesapám statisztikus volt, tehát az is bennem volt az, hogy én nagyon sokáig a kiskönyvbe is vezettem, amúgy is vezettem, lányok, egyszer kértem, hogy nyomtassák ki, akkor 4 A4-es lapra fért ki, de mondták, hogy soha többé nem, mert ez a gép nagyon lassú. Azóta már csak amit vissza tudok jelezni, az, hogy amikor én megállok, Karolina útra járok mellesleg, amikor én ott megállok, akkor parkolási papírt kell kérnem. Tehát most azokat szépen gyűjtögetem a kocsiba. Nem is mindenki alkalmas donornak, ugye? Hát az egészség az például igen, úgy alapvető. Igen. Az, ami én nálam szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy még azt is mondanám, hogy ugye nem mindegy, hogy a gépet elindítják reggel már a lányok, és hát várnak téged. Tehát ők is várnak. Mert meg van beszélve, hogy jössz. Régebben azért nem így volt. Régebben délután telefonáltak 1 órakor vagy 2-kor, és másnap feküdjél be.
ezen is hál' Istennek változtattak. Ez azért sokkal nagyobb rugalmasságot ad és lehetőséget, mind nekünk, mind a betegnek, vagy annak az orvosnak, aki igazából a kórházból megrendeli, lehívja. Nullást különböző. A másik, hogy a nullás az meg adhat mindig mindenkinek. Ez egy önnek jó... milyen a vércsoport? Nullás. No, nullás, hát igen. Nullás. És RH pozitív, negatív, ez hogy van itt? Hát nulla RH pozitív vagyok én. Igen. Ez a legjobb dolog. Igen, ezt mondják, hogy ezt lehet adni. Az orvosok inkább azt szeretik, hogyha a saját vércsoportják, de a szükség az nagy úr. Az nagy úr. Mikor ad legközelebb vért? Most pénteken. Úgyhogy egy pár nap, és az már akkor legyen az 561. Csütörtökön jöhet a céklamenő, meg a többi. A céklamenő így van, már most elkészítve van a hűtőbe. Szóval magam szoktam főzni. Én mindenképpen gratulálok ez a jótékony életviteléhez, hogyha lehet ezt mondani. Jó egészséget kívánok a folytatáshoz. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.